Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a 2023. február 22-i és soha következő képviselőtestületülésünkön megjelenteket. Köszöntöm képviselőtársaimat, hivatal megjelent munkatársait, vezetőit, illetve intézményvezetőinket, akik követni kívánják munkánkat, valamint a televízió képernyőn keresztül köszöntöm Püspökladány város a munkánk iránt érdeklődő lakosságát. Megállapítom, mai testületülésünkön 11 képviselő van jelen. Horváth Ádám bizottsági elnök úr jelezte, hogy egészségi állapota nem tesz lehetővé, hogy részt vegyen a mai testületülésen, úgyhogy megállapítom, 11 fővel vagyunk jelen. Az ülésünk határozott képes javaslatot teszek a ülésünk napirendjére, mégpedig a SMS szerint az elmúlt héten kiküldött meghívó és azt kapcsoló dokumentumokat javaslom, hogy tárgyaljuk. Módosító kezdeményezést nem teszek, tehát a kiküldött napirendek tárgyalását javaslom. Kérdezem, van-e valakinek ezzel kapcsolatos észrevétele? Nincs észrevétele. Szavazásra bocsátom a napirendet most. Szavazás eredménye 10 igen, 1 nem. Megállapítom, a napirend a leírtak szerint kerül megtartásra. Napirendi pontokat kiküldtek szerint fogjuk megtárgyalni. SMS szerint kezdjük az első napirendi pontunkkal. Jelentés a lejárt testületi határidők végrehajtásáról. Az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről. A SMS előírása szerint alpagyarási társadalmat megtettük a elmúlt időszakról szóló tájékoztatónk, a jelentésünket. Természetesen a teljesség igénye nélkül, mondom, hogy akinek kérdésre, ezt majd feltétlenül, hogy megkérdezi. Én 35 pontban foglaltam össze szűk 3 hét ténykedését, kérdésre pedig szívesen válaszolok, most a többiekre nem térek ki, mert szeretnék gazdálkodni a mai idővel, rengeteg feladatunk van a testületi ülésünkön túl is. Kérdezem alpagyarási kollégámat, kívánják kiegészíti a leírtakat. Köszönöm. Kívánják, köszönöm szépen. Akkor képviselőtársaimhoz fordulok, kívánnak-e kérdezni a jelentés kapcsán? Megadom a szót. Györfi Vajos képviselő kérdez. Ott polgármester úr, én polgármester úrtól kérdezném. Jelentésében írja, hogy január 26-án Vida László úrral, a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT szakmai vezetőjével, illetve Pesti Róbert ügyvezető igazgató úrral tárgyalt, hogyha erről néhány szóban tájékoztatta bennünket a beszélésen történtekről, akkor ezt köszönöm. Köszönöm. Fogok. Balázs Sándor képviselő kérdez. Köszönöm a szót, polgármester úr, én január 30-án a köztületi kamarrendszernek a kamerarendszerrel történő egyeztetés, illetve az elképzeléseknek a ismertetésével kapcsolatban érdeklődnék afelől, hogy közterületfelügyelői állás mikor kerül betöltésre Püspökladányban. Van-e erre már valami elképzelésünk, mert nagy szükség lenne rá, mivel a köztéren a szemeteléstől kezdve a mindenféle anyagok elrakása nagyon elterjedt. Illetve január 31-ével kapcsolatban, amikor munka megbeszélésen a járó beteg szakellátással kapcsolatban folytatott egy egyeztetést, hogy erről egy pár szóval bővebben esetleg tájékoztasson bennünket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Markolin dr. Antos Barát képviselőasszony kérdez, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Február 13-ával kapcsolatban, amikor a Magyar Vöröskereszt megyei és járási szervezetének vezetőjével egyeztetett, hogy a helyi szervezetnek megtaláltuk-e már az alkalmas helyét, elhelyezését. Lehet-e erről már valamit tudni? Köszönöm. Válaszol, köszönöm szépen. Varga Zoltán bizottsági elnök úr kérdez, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Akkor én már áttérnék a Vadász Ferenc alpolgármester úrra. Polgármestertől akartam kérdezni, ezt a képviselőtársaim már megtették. Január 19-én tárgyalt polgármester úr Csaba és Zsolt járási hivatal vezető úrra a közfoglalkoztatás érintő változásokkal.
erre, hogyha kapatnánk egy kis tájékoztatást, hogy ez bennünket hogyan érint. Február 5-én a temető belső útjának tervezett felújításának lehetőségével kapcsolatban egyeztetek alpolgármester úrék. Ezzel kapcsolatban, hogyha adnak tájékoztatást, ezt megköszönnénk, illetve február 8-án a vármegye közgyűlés elnökével termál energetikai fejlesztése kapcsolatban volt egy egyeztetés, esetleg ott van olyan információ, amit megosztana velünk alpolgármester úr, akkor azt szeretnénk kérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem látok további jelzést, kérdések megfogalmazására, az első körös kérdések sorát lezárom, és kezdem a válaszadást. Györfi Lajos képviselő úr érdeklődött a január 25-án TRV munkatársaival, valamint a szerződés partnerével tartott egyeztetésről. Az egyeztetés az a szokásos és visszatérő gyakorlatnak megfelelően történt. Köztudott, hogy a vízcsatornahálózatunk állapota az önállapotban, amilyen. Ezzel együtt a TRV mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás az zökkenőmentesen megtörténjen. Alapvetően a szolgáltatás kapcsán is vannak problémák, de problémák, amelyek a lakosság ott érintenék, ilyenek szerencsére nincsenek. Ha csőtörések vannak ilyenek elég gyakran, akkor a beárkozás azonnali szokott lenni, és jelentősebb szolgáltatási szünet nem jelentkezik. Ezzel együtt folyamatosan felhívom a figyelmet arra, hogy próbáljuk meg ezeket a helyzeteket megelőzni, nem tudjuk akkor mi hamarabb kezelni. A csatornaszolgáltatás terén visszatérő problémák az enyhébb szivattyúk meghibásos, illetve átemelő egység meghibásodása. Ezzel kapcsolatosan folyamatos egyeztetésben vagyunk, mert ez közvetlenül nem is érinti a lakosságot, és nem is igazán szokták érzékelni, mert itt is azonnali beavatkozás szükséges, és meg is szokott történni. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy a szoros kontakt az mindenképpen előre viszi a közös dolgainkat. Tehát kirívó eset most nem történt, de a szokásoknak megfelelően ezeket át kell tekintenünk, illetve kezdeményeztem több esetben azon szerződés partnerrel történő egyeztetést, akik a útbontások után helyreállításokat végzik, ahogy írtam, a szerződés partner vezetői is megjelent ezen az egyeztetésen. Jeleztem felé a korábbi nem ritka a problémákat, illetve a helyreállítással kapcsolatos jogos lakossági képviselőtársaim részéről és máshonnan jövő észrevételeket. Bízom benne, hogy ez a felhatárlátás, ez a korábbiaknál jobb színvonalon fog megtörténni. Ebben vannak tartalékok, hogy itt finoman fogalmazom a dolgokat. Legutóbb abban maradtunk, hogy a téli időszakban felbontott helyszíneket egy fóliatakarásos betonozással javítják ki, tehát a szilárdból előtt helyreállítják. Jó néhány ilyen volt, és amikor a időjárás engedi, akkor, és az aszfaltozás megtörtént, akkor ezeket visszabontva aszfalttal fogják véglegesen helyreállítani. Kértem a szervezet ügyvezetőjét, hogy erre a korábbi nagyobb figyelmet szenteljen, mert azt hiszem, hogy valamennyiünk számára, lakosság számára és képviselők számára is bosszantó helyzeteket kell időként kerülgetnünk. Azóta is figyelme kísérem ezeket a beavatkozásokat, valamelyest talán jobb a helyzet, mint a korábbi időszakban tapasztaltak voltak. Rajta vagyunk az ügyön, köszönöm a kérdést, és kérem, hogy segítsenek ebben, hogyha ilyen problémákat tapasztalnak. Mi hamarabb jelzéssel legyünk, egyébként a közvetlen kontakt megvan a szolgáltatók irányába. Ha kíváncsi további részletekre képviselő, akkor szívesen tájékoztatom szűkebb körben, a többieket nem kívánom ezzel mutatni. Január 30-án közterületi kamerarendszer kapcsolatos egyeztetést hívtunk össze. Ezen, ahogy írtam, a helyi rendőrség, rendőrkapitányság vezetői, önkormányzatunk vezetői illetékesség szakemberei, valamint a rendszer telepítés üzemeltetés végző szakemberek vettek részt. Áttekintettük a rendőrség munkatársai által összeállított probléma listát, illetve értékeltük a rendszer eddigi teljesítményét. Mondhatjuk, hogy a kamerarendszer hatásos és eredményes, már ott, ahol működik, és ott, ahol a lehetőség képest legjobban működik, helyi problémákat, illetve pontosításokat, kamera szögmódosításokat, egyebeket kezdeményeztek, illetve több helyen
a látószögbe került faágak, egyebek kapcsán tettek módosító javaslatokat, ezeket természetesen mérlegeltük, illetve kezeltük. Ez az összeállítás, amit a rendőrség szakemberei végeztek, arra is tett javaslatot, hogy amennyiben lehetőségünk lesz, már pedig igyekszünk lehetőség mentén bővíteni a kamerák számát, mennyiségét, akkor hol és milyen módon történjen ez. Megállapításom, de talán aztán nem voltam egyedül, hogy a kamerarendszer hatékonyan működik, az elmúlt időszakban több, kisebb, de a lakosság ott joggal felháborító esemény kapcsán a felderítést hadogolyan segítette, és bízom benne, hogy a későbbiekben is fogja segíteni. Tehát fontos az együttműködést, az együttgondolkodást, tapasztalatok megosztását, illetve áttekintését, erre szolgált ez az egyeztetés, illetve előkészítés alatt van a üzemeltetés végző szakmai szervezete egy együttműködési megállapodás, amely rendszeres havidíjas konstrukció alapján fog működni. Eddig ez hiányzott, ennek előkészítés folyamatban van. Napokban a költségvetés egyeztetésnél az üzemelutalás is történt valamelyik bizottságülésen, és a ott nyilvánított vélemény képviselőtársaim részéről pozitív volt, tehát hogy legyen ilyen szerződés kapcsolatuk. Eddig eseti megállapodás alapján történt a karbantartás. Köztelenet felügyelő régi mániám, és mégsem sikerült eddig megoldani, hogy főállású köztelenet felügyelőnk legyen. Köztelenet felügyeletét most összetett módon többek részét, vagy közreműködésében végezzük el. Nekem régi törekvésem, hogy beöltözött, tehát egyenruhában megjelenő köztelenet felügyelő működjön a városban. Jegyszót kérhetem, te vagy a munkatársak közül valakinek a segítségét, hogy mikorra sikerül azt a tanfolyami képzést elvégeztetni, amely után a köztelőfelelő munkába állhat. Ha kérdezem a kiegészítését, akkor tegyem meg egy szíves. Köszönöm a szót, polgármester úr. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a köztelőfelelő tanfolyamok indítását, hogy hol és mikor indult a tanfolyam. Most nyílik arra lehetőségünk, hogy egy kollégát beiskolázzunk, ugyanis megjelent egy felhívás, amely alapján egy 3 hónapos online tanfolyam indul. Egy kollégánkat erre be fogjuk iskolázni, és reményeink szerint el fogja végezni ezt a tanfolyamot, és akkor hivatalosan is köztelet felügyelőnek minősül. Addig is 2 kolléga van megbízva a köztelet felügyelettel kapcsolatos feladatok ellátásával, amelyekkel kapcsolatos felszólítások, intézkedések jelenleg az én nevemben mehetnek ki. Annyit szeretnék még hozzáfűzni ehhez a dologhoz, hogy a önkormányzatok például a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogköré jelentősen csorbultak az utóbbi időben. Egy nagyon fontos problémát szeretnék kiemelni. Korábban volt egy rendelet a hulladékgazdálkodási bírság kiszabására vonatkozóan, amelyet hatályon kívül helyeztek, és nyitott kérdés, hogy akkor most hogyan és ki és milyen esetekben járhat el. Ezeknek a felsőbb szintű jogi rendezéssel is folyamatban van. Tehát a lényeg, hogy reményeink szerint 3 hónap múlva hivatalos köztelet felügyelő fog a hivatalban rendelkezésre állni. Köszönöm. Illetve feladat ellátni a városban. Még egyszer mondom, abszolút támogatom a kezdeményezést, illetve korábban is tettünk kezdeményezést, de a lehetőség most nyílt meg ismeretem szerint. Köszönöm nézőnek a pontosítást, mert ebben nem voltam napra kész, hogy mikor kezdődhet ez a képzés. Tehát természetesen a szándékról tudtam. És remélem, hogy illetve érzékelve a képviselő úr kérdését, valószínűleg egyetértünk, hogy erre feltétlenül szükség van, mert főleg a közterületi rend fenntartása az rendkívül nehézség ütközik, sokszor a jogszabályi háttér pontatlansága, meg a szervezeti nehézségeink miatt, és tehát, hogy nincs erre főállású közterület felügyelőnk, én bízom benne, hogy hamarosan lesz, és ez segítheti a közterületek rendjének megtartását, mert bizony ez a lakosság által van olyan állapotban, amilyen van, ezzel együtt a városüzemeltető, illetve más szervezetek is úgy gondolom, hogy ellen felül teszik a dolgokat a rend fenntartására, de valószínűleg a szemetelők még nagyobb intenzitással dolgoznak, mint a kapacitásaink. Gondolom itt a külterület rend fenntartására, a mezőreink kiemelt feladata, a ilyen jellegű problémák megelőzése, illetve lokalizálása, de ebben is vannak hiányérzeteim. És sajnos a jelzőn mondta, hogy jogszabályi háttér sem eléggé markás, én megítélésem szerint sem. Tehát felderítjük egy rendőrségben vonásával a illegális hulladék kihelyezőt,
de igazán markáns következménye nincs arról annak, hogy nem tudunk, hogy markáns következményét biztosítani. Bízom benne, hogy ebben tudunk előrelépni, mert égető a feladat. Nem csak nálunk, látom az ország állapotát, más települések mégis hasonló a probléma, de nem igazszal. A mi állapotaink az viszont mindenképpen pozitív elmozdulást sürgetnek. Engedjék meg, hogy ehhez kapcsolatban hadd mondjak már egy dolgot. A karszegi hulladékhasznosító meghirdette a lomtalanítást március 3 és 7 között. Minden felületen hirdetjük. Az a tiszteletes kérésem, mindenképpen szerettem volna bejelenteni, de talán ide illik ebbe a gondolatmenetbe, hogy egyrészt a lakosság kísérő figyelemmel a felhívásban foglaltakat. Pontosan le van írva, hogy mit lehet kihelyezni, mit nem. Az elmúlt éve gyakorlat az volt, és ebben személyesen is részt vettem, hogy 3 lépcsőben igyekeztünk a lakossági számára fölöslegesen vált dolgoktól megszabadulni. Volt egy elektronikai hulladékgyűjtő akció, volt egy lakossági veszélyes hulladékgyűjtő akció, és ezek után volt a lomtalanítás. Most, mivel a rendszer megváltozott, sajnos a lomtalanítás került előre. Ebben próbáltunk időpontmódosítást kérni, hogy nem március elején, hanem később legyen, és ez a korábbi, mondhatom, hogy jó gyakorlat és egymás utániság megvalósuljon. Ebben nem sikerült eredményt elérnünk, úgyhogy kiemelten kérem a lakosság figyelmét, és mindenkinek kérem, hogy segítse ezt a folyamatot, hogy a lomtalanításkor csak azok a dolgok kerüljenek ki, amik a lomtalanítási felhívásban szerepelnek, amik kifejezetten leírásra kerültek, hogy ne kerüljünk, azok ne kerüljenek ki. Természetesen szervezzük majd ezek után a lakossági veszélyes, illetve az elektronikai hulladékok begyűjtését is. Erre most tényleg kiemelten kell figyelnünk, mert a korábbi rendszer, a nagy rendszer módosítás miatt változott. Elnézést, hogy ide hoztam, de ugye már hulladék szóba került, akkor ennek mindenképpen el kell hangoznia. Munka megbeszélésen folytatódott a járóbeli szakállítás által ez a szélzőre készítő munkafolyamat. Igen, ezen a megbeszélésen azt a folyamatot folytattuk, amit a januári testület ülésen megtárgyalt a testület. Tehát ott volt egy olyan szakanyag szállítás, amely a folyamatot, illetve a további részleteit igyekezett leírni. Azon a vonalon mentünk tovább. A ma előttünk lévő anyag is ezen megbeszélésnek a folytatása. Azt hiszem 4 napi rendőrponttal fogjuk tárgyalni, és tájékoztathatom a tisztelt képviselőtársaimat, hogy külső partnerekkel is, akik hasonló cipőben járnak, felvették munkatársai kapcsolatot, éppen ma reggel került elküldésre egy e-mail, amelyben egy közeli városban hasonló feltárás kapcsán egy szakmai egyeztetést hívott össze Jajzi úr, illetve Szabon Erdőjelvezető asszony is részt fog ezen venni. Tehát ez a folyamat, illetve az esemény is azt segíti, hogy a folyamat minden inkább kiteljesedhessen, de részletesebben majd a 4 napirend kapcsán erről is tudunk szólni. Matkoné, dr. Antos Bajnér képviselő asszony kérdésére mondom. A Magyar Vörös Kereszt járási szervezete megítésen szerint nem megfelelő körülmények között van már évek óta. Egy úgymond kényszerpályán mozottunk, mióta a Rákóczi hadból át kellett helyezni a helyi irodájukat, illetve ahhoz kapcsolódó helyiségeket. Most a Bocsai 48 alatt van, és régi szándékom nekem is, hogy amint a bizonyos átalakítási folyamatok helyszínre végbe mennek, akkor méltó helyet találjunk a Vörös Keresztnek és közelebb a városközponthoz. Konkrétan a Bajcsi utca 8 száma volt, Katica utcai óvoda épülete merült fel, hogy ennek a szervezetnek helyt adjon. Természetesen arra az épülete, illetve azok helyiségre mások is bejelentkeztek már. Az előkészítő megbeszélés mindenképpen szélszerűen tartottam, fontosan tartottam a polgármester úr, hogy együtt vettünk részt, jól emlékszem, ugye? Igen. Megtekintettük a helyszínt. Természetesen, amint a bölcsőde a végleges helyére kerülhet, akkor szabaddá válik a teljes épület, akkor összeáll az az igénylista, amely, illetve elképzelési sor, hogy hogyan tudnák az épületet hasznosítani. Testület fog benne dönteni. Én gondolom, hogy ha a Vörös Keresztet célszerűen, mint a városközpontba helyezni, ott a Bajcsi 8 alatt épület egy részében
megfelelő helyet is találnának, és azt kértem, hogy minimális átalakítással, amennyi a testület úgy dönt, akkor olyan körülményeket, illetve ehhez is feltételeket kérjenek, ami minimális átalakítással valósulhat meg. Önkormányzatnak erre forrása nem nincs kilátásban, tehát úgy néz ki, hogy ez helyszín jó lehetne, majd a testület dönt benne egyéb szervezetek, illetve igények mérlegelése után. És ha jól figyeltem, akkor a hozzám kérdéseket igyekeztem reagálni. Vadász Ferenc alpolgármester is kapott kérdés, parancsoljon. Köszönöm szépen a lehetőséget, és a kérdéseket is. Előbb kérem, engedje meg polgármester úr, hogy néhány kiegészítést tegyek már az elhangzottakhoz. Egyrészt a hulladék gyűjtéssel, illetve a holomtalanítással kapcsolatban. Valóban ezt minden évben megtesszük, és nagyon fontos megjegyezni, hogy ezek ingyenesek, tehát a lakosságot nem terheli semmiféle költség. Az önkormányzatot igen, de nyilván ezt minden évben vállaljuk. A másik pedig a térfigyelő kamerarendszerünk bővítéséhez kapcsolódó, illetve az azzal kapcsolatos megbeszéléshez kapcsolódó kiegészítés lenne. Itt mi is megfogalmaztuk a kéréseinket a rendőrség irányába, illetve a fejlesztő és üzemeltető cég irányába, illetve tájékoztatást adtunk arról is, hogy vannak olyan top pluszos, remélhetőleg megvalósításra kerülő projektjeink, amelynek részét képezi a térfigyelő kamerarendszer bővítése bizonyos helyeken. Remélhetőleg erről is rövidesen majd tudunk kielégítő tájékoztatást adni. És akkor rátérnék a hozzám intézett kérdésére, amit elnök úr fogalmazott meg. Dr. Csabai Zsolt járási hivatalvezető úrral valóban folytatva egy megbeszélést. Itt leginkább a gyermekvédelem és a gyámi területét érintettük, de nyilván a közfoglalkoztatás is szóba került, hiszen jogszabályi változás következtében jelentős módosítás történt a közfoglalkoztatotti létszám tekintetében és a közfoglalkoztatottak munkavégzési helyszínét is figyelembe véve. Lehet, sokan tudják, hogy korábbi munkakörömben járáshivatalvezetőként dolgoztam, és a járáshivatalvezető hatáskörébe tartoznak ezek a gyermekvédelmi, gyámügyi területek is, és nyilván nagyon, nagyon érzékeny terület a gyermekvédelem területe, és fontosnak tartottam, hogy tájékozódjak és konzultáljak járáshivatalvezető úrral. Nem régen volt egy gyermekvédelmi tanácskozás is, amin nagyon sok szakmai észrevétel hangzott el. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a későbbiekben is rendszeresen megtartásra kerüljenek, hiszen gyermekeink nagyon fontosak számunkra, és a biztonságuk is. A közfoglalkoztatást érintő megbeszélés pedig arról zajlott, hogy jelentős változás annyiban történt, hogy már nem kizárólag az önkormányzat léphet fel, mint közfoglalkoztató, hanem az intézmények is bejelenthetik az igényüket, és közfoglalkoztatóként néhány főt, annyit amennyit igényelnek, megszerezhetnek maguknak. Ezt azért tartom egyébként jó dolognak, mert lehet, hogy a közfoglalkoztatottak munkavégzése hatékonyabban követhető nyomon, és ezért az intézményvezető, tehát ahova kerül, amelyik szervezethez kerülnek a közfoglalkoztatottak, hatékonyabban tudja a munkát végeztetni velük. Itt tulajdonképpen ez volt a lényeg a megbeszélésnek, és kértem járáshivatalvezető urat, hogy adjon időnként tájékoztatást arra vonatkozóan. Nyilván a szervezetek, intézmények is, akik közfoglalkoztatókká váltak ezáltal, kapjunk tőlük tájékoztatást, hogy mi a tapasztalat, mennyire valósul meg tényleg a hatékonyabb közfoglalkoztatás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És folytatom, mert van még. Ja, még van. Tessék, akkor. A másik kérdés elnök úrnak a temetői belső út felújításához kapcsolódott. Ezt bizonyára ismét képviselő társaim előtt is, hogy ez már többször előjött ez a feladat, és valóban ez egy olyan feladat, ami nem odázható el tovább. Nagyon örülök annak, hogy a 2024 évi költségvetés tervezésében ez megjelent. Nyilván erről majd a következő héten fogunk döntéseket hozni, de nagyon is indokolt annak a belső útnak, ami a főúttal párhuzamosan megy, az állapota hát nagyon gyalázatos. Tehát amikor egy temetés alkalmával
a koporsót kísérő emberek ott döcögnek és a majdnem elesnek, de ez tarthatatlan állapot. És ezért tartottuk fontosnak, alpolgármester kollégámmal is erről beszéltünk, hogy ezt feltétlenül bele kell tennünk a költségvetésbe, és meg kell találjuk a forrást ennek a megvalósítására. Következő kérdés. A Vármegyei Közgyűlés elnökével folytattam a megbeszélést. Ez azt kell mondjam, hogy ez egy visszatérés, rendszeres konzultáció. Nagyon bízunk abban, hogy a termálenergetikai fejlesztésünk előbb-utóbb abba a stádiumba kerülhet. Ugye évek óta beszélünk erről, és szakmai szervezetekkel is felvettük a kapcsolatot. Tehát, hogy valóban a felületen megnyílik a lehetőség a pályázat benyújtására. Ott tartunk, hogy mi megfogalmaztuk, hogy melyek azok a fő pontok, fő mérföldkövek, amelyeket el kell érni ennél a fejlesztésnél. Itt beszéltünk ugye a termálkútfúrásról, és beszéltünk arról, hogy a termálkút által megnyert melegvizet hogyan hasznosítsuk. Mi ki kell építenünk egy gerincvezetéket, amelyre fel kell fűzzünk olyan intézményeket, amelyek most távhővel működnek. Ezt tudjuk nagyon a távhő ágazatnak a veszteségét, és a városüzemeltető is szenvedettől, hiszen a veszteséget ez az ágazat okozza leginkább. Bízunk abban, hogy megnyílik a lehetőség. Én bízom abban a elnök úr, a közgyűlés elnök úr tájékoztatás szerint második negyedében várható, hogy a felület megnyílik. Ezzel mi előre dolgoztunk valamilyen szinten, de nyilván ezek még pontosításra szorulnak. Köszönöm szépen! Köszönöm kérdéseket, válaszokat. Sok dolog jutott nekem is eszembe a egyrészt általánosabb kérdések, illetve a polgármester úr felvetésé kapcsán, de nem kívánom részletezni valakinek. További részletekre van igénye, akkor szívesen állunk rendelkezésre, mert sok-sok nyitott kérdés van, elhangzottak is azon túl is. Fontosnak tartom, hogy ezekben képben legyünk, rajta legyünk a problémákon, illetve időnként ugyanezek a megbeszélésen ketten is ott vagyunk annak érdekében, hogy még teljesebb körül legyen a szakmai előkészítő folyamatunk. Másik körös kérdéseket megnyitom. Balázs Sándor képviselő kérdezte. A polgármester úr és a főállású alpolgármester úrtól szeretném megkérdezni január 18-ával kapcsolatban, amikor a területek márciáról hasznosításával kapcsolatban tartott egy megbeszélést, hogy erről egy pár szóba, tehát mely területeket érinti ez, és milyen jellegű volt ez a megbeszélés, illetve ehhez csatolnám a január 31-ét, amikor a Tivizik Debreceni igazgatóságán tárgyalt iparterületeket érintő ingatlanok más célú hasznosításának tárgyában, hogy milyen jellegű ingatlanokról beszélünk, és milyen célra való hasznosításáról beszélünk. Köszönöm, ennyit szeretnék. Varga Zoltán elnök úr kérdez, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Borsos László, a polgármester úrtól szeretném kérdezni február 12-én, hogy a temető útfelújítását már érintett tüntetére, hogy polgármester úr és Vadász Ferenc alpolgármester úr egyeztettek belterületi útak járhatóvá tételével kapcsolatban, illetve lakosság is jelezte, hogy a helyszínen találkoztak önökkel. Ezzel kapcsolatban csak néhány szóban ráegyeztetés a polgármester úr. Köszönöm. Igen. Nem látok további kérdési szándékot, a kérdések sorát lezárom, és megadom a szót Vadász Ferenc alpolgármester úrnak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Hát ez egy olyan téma, hogy erről többször beszéltünk már, tehát nyilván az iparterületi projektünket érintően is szóba került, illetve az M4 kapcsán is szóba kerültek ezek a területek. Tudjuk nagyon jó, hogy melyik az az iparterület, amelyhez kapcsolódik a pályázat. Ez 42-es mellett helyezkedik el, ezzel kapcsolatban tárgyalásban vagyunk bérleti szándékot kifejező céggel is, és gondoskodnunk kell arról, de ugye ez is elhangzott, már ismétlem magunkat, hogy itt az iparterülethez, annak megközelítéséhez szükséges egy út megépítése. És ez az út nyilván keresztül megy bizonyos fejlődő számú ingatlanokon, és ezeknek az ingatlanoknak a művelésből történik kivonása, mert ugye most jelenleg mezőgazdasági célra használják, indokolt, és ez a más célú hasznosítás, ez különböző szervezetek, hatóságok hatáskörébe tartozik.
Ezzel indultunk el egy ilyen előzetes tájékozódás kapcsán, ezért került sor arra, mivel fásított terület is szerepel ebben a, ez a tó mellett, a negyik az egyes tó mellett, ezek között a területek között, ezért ez a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának, erdőfelügyeleti osztályának hatáskörébe tartozik, ezért ezt ott kellett kezdeményezni, illetve ott kellett folytatni a tájékozódást. A másik pedig a, van olyan állami tulajdonban lévő terület, amelyek a Tivizing vagyonkezelésében vannak. Ezekkel kapcsolatban meg természetesen a Tivizingnél kellett eljárni. Úgyhogy erről szóltak ezek a megbeszélések és előzetes tárgyalások. Hangsúlyozom, előzetes tárgyalások. Köszönöm szépen. És bocsánat, pontosan tudom, miről beszélt a professzor, mert folyamatos kontaktban vagyunk ebben, de természetesen a lehetséges, vagy lehetséges érintett magánszemélyekkel is konzultálunk időnként, mert gondolom, hogy ez az úttal kapcsolatos előkészületeket teljes körön kell megtenni. Ennek része a különböző szervezetekkel, hatóságokkal és partnerekkel történő egyeztetési folyamat, amely rendkívül összetett. Úgyhogy ezek folynak. Boros László, polgármester úr, kapok kérdést, parancsán reagálj. Köszönöm a szót, polgármester úr, és a kérdést is bizottságvezető úrtól. Amikor eldőlt az, hogy ha jól emlékszem, körülbelül 29 milliót sikerül esetleg olyan célra felhasználni, ami a lakosság teljes körű legalábbis részben kiszolgálását szolgálja, ugye akkor szóba került, még a bizottságvezető úr javaslatára is, hogy a köztemető belső útfelületét azt fel kellene újítani azokon a részeken, ahol gyakorlatilag járhatatlan, és a egy bizonyos összegből pedig olyan belterületi utakat kellene járhatóvá tenni, ahol problémás a csapadékos időjárás során a közlekedés. Ezeket vont maga után, maga a városfejlesztési, vagy a városüzemeltető Kft.-vel is többször tárgyaltunk erről, ő vállalt, hogy készít egy kalkulációt arra vonatkozóan, hogy mennyire lehetne ezt elvégezni, ezt a munkát a temető belső útjának a felújítását, illetve a polgármester kollégámmal is telefonon is, illetve az előbb hangzottak alapján is személyesen is egyeztettünk erről. Nem titok az egyébként, hogy mikor kijött a végösszeg, az több, mint a rendelkezésünkre álló összeg. Keresni kellett megoldást arra vonatkozóan, hogy hogy lehet csökkenteni az összeget. Én javasoltam, hogy mivel a Városüzemeltető Kft. Üzemeltetője a temetőnek, ezért mi támogatást is odaadhatjuk ezt az összeget, és akkor ez kisebb összegből is kijöhet a teljes, ha jól emlékszem, 463 méter útfelületnek a felújítása, megtámasztással, ez nagyon fontos, hisz akkor hosszú távra is biztosítva lesz ott a közlekedés. Többek között ezt is egyeztettük, és mondom, volt köztünk azért nézetkülönbség, hogy a teljes útszakaszt kelljen megvalósítani, vagy pedig csak annak egy részét, és majd amikor lehetőségünk lesz, akkor később meg folytassuk. Én amellett voltam, hogy a teljes útszakasz készüljön el, és akkor hosszú távra ez megoldás lehet. Hál' Istennek a keddi bizottsági ülésen már körvonalazódtak, hogy azok a döntések, ami a 2024-es költségvetésre vonatkozóan biztosítják ezeknek a, ennek a költségét, ugyanúgy a belterületi utak azon része, ami javaslatként megjelent, annak a forrás összegét is. Mondom, ez több, mint ami akkor úgy nézik, hogy rendelkezésünk rá, de hát talán a 24-es költségvetésbe ezt be tudjuk építeni. Ez a megbeszélés volt gyakorlatilag a polgármester úr, illetve a polgármester úrral. Itt még mondom, valamennyi nézetkülönbség jelentkezett, de a kentinában remélem, hogy ez teljes mértékig tisztázódott, és akkor, amint a 2024-es költségvetést sikerül majd elfogadni, reményeim szerint 29-én, akkor utána kaphatná is a megbízást a Városüzemeltető Kft. Vezetője, és akkor el is kezdődhetne a munka még tavasszal. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen. Tájékoztatom a közvéleményt, hogy a költségvetésünk előkészítése folyamatban van. 15-ben nyújtottuk a testületnek a költségvetés tervezetet. Ezen a héten a bizottságot tárgyalták, valamennyi bizottság. Érkeztek módosító javaslatok, ezen módosító javaslatok valami korrekt és támogatottak voltak magam részre, ezeket befogadtam. A első körös tervezet ezekkel korrigálásra került, tegnap kiküldésre került képviselőtestület számára a így korrigált költségvetés tervezet. Ezt jövő héten ismét tárgyalja a testületünk, és ahogy jeleztük 29-én, bízom benne, hogy testületünk érdemben meg tudja tárgyalni, és reményem szerint el is fogja tudni fogadni. Tehát a héten benyújtott kezdeményezés, hogy bizottsági javaslatokat befogadtam, és ezek figyelmevételével került kiküldésre a második körös tervezetünk. Bízom benne, hogy ebben szerepel az a bizonyos többletösszeg, amely a felmerülő problémák utak javítására szükségeltetik. Ezeknek a forrását belső átcsoportosítással megteremtettük, és legalábbis igyekszünk megteremteni, javaslatot megtettem, bízom benne, hogy képviselőtestetünk ezt a költségvetési rendelet tervezetet fogjuk tudni támogatni. Esetleges további módosításokra természetesen ez is egy tervezet, de gondolom, hogy az első verzióhoz képest már bizonyos konszenzus körvonalazódik, én bízom benne, hogy ezek megtaláljuk a közös megoldást, és a tényleges kivitelezések megkezdődhetnek többek között az utak vonatkozásában is. Örülök, hogy ebben megtaláltuk a kompromisszumot, illetve a forrást is. Köszönöm szépen. Kérdések nem látok továbbiakban. Kérdések körét lezárom. Az elhangzottakkal kapcsolatban kíván-e valaki véleményt formálni, aki igen, parancsoljon. Balázs Sándor képviselő véleményhez tessék. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én csak azon beli szándékomat szeretném kifejezni, hogy én nagyon bízok abban, hogy az ipari parkhoz vezető út megépítésével kapcsolatban a képviselő asszony, aki a körzetet képviseli, tájékoztatta a lakosságot, vagy megtette a főállású alpolgármester, vagy megtette polgármester úr azon szándékunkról őket, az ott lakókat, hogy egy ipari parkba vezető út fog épülni a ő utcájuk folytatásából kifelé az ipari park felé. Teszem ezt azért, mert nem szeretnék még egy Benegyula utcai problémát előállítani, most esetleg Bem utcai problémaként. Ugyanis azt tudni kell, hogy ennek az útnak a megközelítése a keleti sor felől létezhetetlen, hiszen ott a ráhajtás nem biztosított. Tehát ha az ipari park felé kamionforgalom fog kiépülni, már pedig valószínűleg azért épül ipari park, hogy ilyen legyen, akkor ez bizony a Bem utca felől lehet megtenni, ami pedig a Bem utcának a csendes nyugalmát némiképpen befolyásolni fogja. Én azt gondolnám, ez út megépítése előtt a lakosság véleményét ki kellett volna kérni, meg ki kellene kérni, mert én azt gondolom, az ott lakók nem biztos, hogy örömmel fogják ezt a hírt fogadni. Ennyit szerettem volna, és erről a beszámolóról el kell mondjam, hogy végre olvastam egy olyan beszámolót, amit el tudok fogadni, és úgy gondolom, meg is fogom szavazni. Köszönöm szépen, képviselő véleményét, engedje meg, hogy reagáljak a Bem utcával kapcsolatos felvetése. Képviselőtestület felelős tájékoztatást kap arról, hogy hol tart a ipari területek kapcsolatos előkészítő folyamat, amely rendkívül sokrétű és sok-sok akadály merül fel az előkészítő munka során. Legnagyobb akadály az M4 valamikori megépülése, nem is akarok időpontot mondani, de ezzel együtt, ha most itt lenne, akkor is egy bonyolult folyamat lenne, mert az ipari parkhoz kapcsolódó megközelítéseket meg tudnánk oldani. Én úgy gondolom, hogy igyekszünk a lehető legteljesebb körű előkészítő munkát folytatni, erről rendszeresen tájékoztatjuk a képviselőtestületet, a közvéleményt is. Elhangzott, hogy a Bem utca folytatásaként, nem a Bem utcát érintve, Bem utca nyomvonalának folytatásaként kerülne kialakításra egy megközelítő út, amely a város szélen lévő, keleti sor előtt lévő, nagy teherbírású elkerülő útról lenne megközelíthető. Tehát én messze menően lennék annak a verziónak, hogy bármilyen, akár egy nézetméter vonatkozása, amely most Bem utcát érintse a ipari park megközelítése, mert egy szűk keresztmetszeti útról van szó, ráadásul minden erőfeszítésem ellenére 2000-es évek eleje óta ott a helyreállítás, a csatornépés után nem történt meg, tehát most is rendkívül rossz állapotú. Testületünk sem tudta ezt a helyzetet még kezelni, de a mostani idei évben vált útfelújítások sem fogják kezelni. Én minden erőm azon leszek, hogy a Bem utcát ez a dolog
közvetlenül semmilyen mértékben ne érintse, az, hogy a Vemusza folytatásaként x méterrel keretesor utáni részen ez érintheti, gondolom ott már nem olyan szűk a keresztmetszet, maga az út kialakításával kapcsolatos előzetes tervek, illetve nyomvonal rajz van, természetesen maximálisan figyelembe kell lenni arra is, hogy a megközelíthetőség a keleti sorra történjen, keleti sori széles, nagy terbéres útról, fölösen merült ennek gondolata sem, hogy a Bemutcáról kamion forgalom közítheti meg. Egyébként nem is lenne talán észszerű sem, mert az olyan szűk, másrészt meg annak a megközelítése, arra való ráhajtás is olyan szűk, hogy az szerintem kamionforgalom eleve elkerül az ilyen szituációkat. De természetesen köszönöm szépen a képviselő figyelem felhívását, mert igényt tartunk minden ilyen jellegű felvetésre, esetleges lehetséges probléma jelzésére, maximálisan figyelme leszünk ezzel, és képviselő, ha igényt tart, illetve ha segít benne, akkor ezzel kapcsolatos előkészületet bevonjuk a részletesebb szinten is, természetesen képviselő asszonnyal együtt. Köszönöm szépen. Borsos László, a polgármester úr. Köszönöm a szót, polgármester. Nem jellemző, hogy a polgármesterként véleményezzem a jelentést, a polgármesteri jelentést, de most mégis meg kell tennem, szerint már a Györfölös képviselő úr már kérdést intézett a Tiszamenti Regionális Vízművek dolgozójával kapcsolatú területi vezetőjével kapcsolatos megbeszélésről. Én úgy gondolom, hogy minden megbeszélésnek akkor van értelme, ha az a gyakorlatban is megjelenik. Ezt még most nem tapasztaljuk, évek óta nem tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag a műszaki beavatkozások, vagyis a csőtörések utáni helyreállítás az megvalósulna. Tudok olyan területet, Munkácsi út, ahol lassan már 2 éve nem történt meg a helyreállítás, és nagyon kényes területről van szó, ugyanis az utcán nincs árok, hanem a bevizelvezetés csatornán történik, és ez a csatornát is érintette gyakorlatilag az elhárítás. Ugyan lebetonozták sokadik kérésre, de a nagysúlyú járművek, főleg a személyszállítás során már össze is törték a betont. És félő, hogy megsérül a csatorna rész is, ami azt is jelenti, hogy egy nagyobb mérő beavatkozásra lesz szükség, és még ott mindig nem történt meg az aszfaltozás. A Városfejlesztési Iroda többször jelezte, én legalább egy tucatszor a videó úrnak, már nem is szeret velem beszélni, hogy küldje ki a vállalkozóját, és állítsák helyre ezt a területet. Azért szóltam hozzá, mert egyszerűen most már nem látom a megoldást. Arra vonatkozom, hogy lépjen a vállalkozója a Tiszamenti Regionális Vízműveknek, és ez csak egy egyedi példát, amit említettem, a városban több ilyen van, hogy hónapokat, akár éveket kell várni, hogy az eredeti állapot visszaállítása megtörténjen. Köszönöm, hadd kapcsolódjak ez is rövid gondolattal. Én látok előlépést a korábbi állapothoz képest. Ha visszaemlékszik valaki a lakótelepi több mint egy órás késedelemre és sok-sok kellemetlenségre, ahhoz képest valamelyes már előre mozdult a helyzet, de vannak ilyenek, mint a Munkácsi utcai dolog is. Én is jelentős, hogy sokat járok a városba, és tudom, hogy vannak még ilyen problémák. Arra tettem megjegyzést, hogy előrelépés van, hogy a téli időszakban itt akár decemberrel megtörtént beavatkozások után ez az ideiglenes betonozás megtörtént. Most már mi is közvetlenül kapcsolatban tudunk lenni a kivitelezést, tehát a helyreállítást végző céggel. Én azt kezdeményezést teszem, hogy újra mérjük fel ezeket a rendezetlen állapotokat, és ebben én akkor személyesen fogok eljárni videóval, illetve a közvetett úton a cég irányába ezeket a tavasz folyamán aszfaltos beavatkozással állítsák helyre. Tehát ezt kérem a polgármestert, illetve valamennyi képviselőtársamat, akik területes képviselők, hogy újra jelezzék az ilyen akut elmaradt problémákat vannak. Most ne azt jelezzétek, hogy például tudom, Hajnal utca minden egyes bekötése x év alatt, 10 év alatt felmutatása jött és megsüllyedtek, az teljes út rehabilitációt igényel, de az ilyen balesetes helyzetekben mindenképpen újra össze kell szedni, illetve ezekben konkrét jelzést tenni a fejlesztési cég felé. Nem kívántalak korrigálni, de látok előlépését, bízom benne, hogy ezek most már kezelhetőek lesznek.
Balázs Anna képviselő úr, parancsolj. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nagyon örülök neki, hogy az én körzetemben, ahol lakok és voltam képviselő az előző ciklusban, ennyire szívén figyeli az út állapotát. Valóban tényleg ilyen az út. Ennek örülök, tehát akkor ezt is majd előbb-utóbb jelezni kell. De ellenben visszatérnék egy kicsit még erre a bizonyos ipari útra, ami megépül. Én azon a környéken lakom, ott járok el nap, mint nap. Én tudomásom szerint, ha az M4 megépül, az a Sárét-udvari elágazás környékén fog elhaladni. A kamionok nyilván ott fognak jönni, nem pedig az autóúton, mert hisz azért építjük meg, hogy a kamionforgalom kimenjen az M4-re. Tehát ha befordul a településünk irányába, ott két lehetőség van neki arra, hogy megközelítse ezt a megépítendő utat. Az egyik a körforgalomból kifele, ott a benzinkút és a volt Opel vagy Suzuki kereskedés melletti út, ami nem ilyen célra épült, és az nem egy teherelviselő út, illetve lehet még, ha a keleti sorra, ami annak épült, csak ott meg behajtani tilos tábla van. Tehát ha most ott nem lehet onnan be, és be lehet hajtani, de csak a városból kifele jövő járművek hajthatnak be, akkor kíváncsi lennék, hogy a kamion hogy fog rákerülni arra a keleti sor utcára, aminek a teherbírása megfelelő. Ez az egyik kifogásom ezzel a történettel kapcsolatban. A másik pedig az, hogyha eladunk egy értékes területet, és az abból befolyó pénzt arra költjük, hogy építünk egy olyan utat, aki megvásárolta, hogy azt tudja hasznosítani, ezzel én azt gondolom, hogy igazából ajándékot adtunk neki, és én azt gondolom, az igazi megoldás a belső körforgalom lenne az ipari park területén, aminek a hozzájárulását az ott lévő ipari cégek tegyék meg, és ebbe szálljon bele az önkormányzatunk sokadik félként. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bár ott tartanak, hogy ezek napi szintű problémák lennének. Tudok reagálni, és nem ilyen egyszerű helyzet, de nem is ennyire rossz helyzet, mint a képviselő mondta. Engedjem meg, hogy ezt most nem folytassuk, mert bár ott tartanánk, hogy ilyen szinten lenne a problémánk. Ennek lesz egy másik megközelítősége, és a véleményem szerint a másik megközelítőség, tehát a kinti körforgalom, az M4 közelében lévő körforgalomból történhetne ennek az elsődleges megközelítése. Ez sokkal bonyolultabb, sokkal kevésbé kedvezőbb a lehetséges kamionforgalom számára, de nem tartunk még itt, én nem kívánom, hogy ebben most itt ilyen szinten időzzünk, de szívesen veszem, hogyha erről konzultálunk, bármi képviselőtársammal szívesen konzultálok erről, mert ebben még sok tennivalónk van. Vadász Ferenc alpolgármester úr, véleményét kíván. Elnézést kérem, hogy helyreigazítom egy picit polgármester úrra. No, valamit rosszul mondtam? Igen, no. Már bocsánat. No. Tehát nézzük. Nem az a probléma, hogy az M4 majd megépül, hanem az időbeli csúszása. Tehát, de ez természetes maga is. Kérem, csak én nem így fogalmazott polgármester úr. Balázs Sándor képviselő úrnak az elmondott problémáival, vagy agályokkal kapcsolatban én köszönöm szépen az észrevételeket. Természetesen mi is tudjuk, hogy valahogy meg kell közelíteni ezt az iparterületet, amit ugye arra számít. Én köszönettel és szívesen venném a szakmai segítő együttműködését. Egy ülésre, vagy ketten személyesen valahol leültünk. Bármikor, ha elmondhatom azt, amit akarok, akkor köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát szívesen együttműködök bárkivel, és nem azt mondom, én vagyok itt a nagyon okos, és én tudom csak a megfelelő megoldást kitalálni. Én felajánlom, igenis, keressük egymást, és akkor működjünk jó együtt, és találjuk ki megfelelő megoldást. Köszönöm szépen. Magam is felajánlottam, alpagester úr is, úgy gondolom, hogy közös a feladatunk. Jó, köszönöm. További véleményi szándékot nem látok. Kérdezni kívánja valaki? Jó, mert szavazás, bocsánat, szavazás. Most volt a kérdés. Szavazásra bocsátom a első nap, de pont eddig elhangzottjait. Most. Tizenegy igen nem és tartózkodás nélkül egyhangulag támogatta a jelentés elfogadását. Folytatjuk még. Jó, akkor a eszemezők szerint most kerül sor kérdésekre, nem a jelentéshez kapcsolatban, hanem kérdés műfajra. Parancsoljanak, kíván valaki kérdezni. Balázs Sándor képviselő kérdezt. Megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a Petri telepen a Karcagi utca végén kialakított kondipark, aminek kimondottan örülök,
az abból kifolyó vitákkal még nem kívánok foglalkozni, de azzal ellenben szeretnék, hogy ott a kialakult helyzet a talaj, illetve a növények növekedése szempontjából annak a használata nem lehet veszélyforrása az ott sportolni kívánok számára, illetve azt szeretném megkérdezni, hogy teszünk-e valami lépést arra, hogy egy megfelelő burkolattal lássuk el ezt a kondi parkot, ahol a sportolásnak a feltételei teljes mértékben teljesülhetnek. Efelől szeretnék egy megnyugtató választ kapni, illetve lenne még egy kérdésem, hogy örömteljesen tapasztalom, hogy városunk fejlődik, és az Rínyi utcán is már egy modern igényeket kielégítő járda, illetve parkoló épül. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy ez a járdaszakasz a járdátlan oldalban teljes hosszában fogja érinteni az Rínyi utcát, vagy csak bizonyos szakaszt érint ez a jelenlegi beruházás, és így ennyit szerettem volna. Jó, köszönöm, két kérdés volt. Karcegi utca, segítségképviselő, az elejéről van szó, ugye? Tehát a vasút mellett, kis vasút melletti. Ha onnan indul a számolás, akkor nem a túlsó végén gondolkodok, semmi gond, nem. Én kérek, hogy azonosítani tudjam, igen. Ott elkészült egy kondipark, ezzel kapcsolatosan jelentkezik irodalmi asszony. Megadom a szót dr. Nyéki Katonetti asszonynak, illetve kérem, akkor a másik kérdés is elváljon. Köszönöm szépen. A Kondi Park beruházás egy egyesület indította, és ugye a HACS projektbe, és átkerült a hivatalba. Magát a pályázatban ezek az eszközök szerepeltek, ezeket meg is valósítottuk, és most van árajánlat kérés arra, hogy hogyan lehetne leburkolni, vagy ütéscsillapító réteggel ellátni, vagy kezelni ott ezt az egész réteg, vagy ezt az egész Kondi Parkot. Szeretnénk ezt folytatni, meglátjuk, hogy ez mibe kerül, illetve hogy milyen lehetőségeink lesznek, vagy ár-érték arányban mi lesz a legjobb a használathoz, úgyhogy ez még így a pályázatban lévő eszközöknek az elhelyezését tudtuk eddig megtenni. A Zrínyi utcai munkálatokkal kapcsolatban pedig azt szeretném válaszolni, hogy két részre kell osztani ezeket a munkálatokat. A közfoglalkoztatási programban parkolónak a kialakítását vállaltuk, és ez benne van az éves programban, ennek a megvalósítása történik. Mikor ezt elkezdtük csinálni, akkor a lakossági felajánlást kaptunk, hogyha már ott ahhoz a közterülethez, és jelzem közterülethez hozzányúlunk, akkor térkövet biztosít az ott lakó lakos, és hozzájárul ahhoz, hogy ott a piac környékén járdával lássuk el. Nyilván ez most a felajánlás csak arra szakaszra szólt, ami most készült, de célszerű ott a piac környékét, a parkolók megközelítését még tovább gondolni járdával, de mivel egy ilyen 400 ezer forintnál több értékű térkövet kapott az önkormányzat felajánlásra, közterületre, úgy értékeltük, hogy akkor azt érdemes felhasználni. Máshol is történik ilyen, hogy a adott ingatlan tulajdonos úgy gondolja, hogy hozzájárul a közterületnek a szebbé jobbá tételére. Ezt én úgy gondolom, hogy szívesen mindig is elfogadta, és elfogadja az önkormányzat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem látok további kérdési szándékot. Áttérünk az interpellációkra, és először a elmúlt hónapban elhangzott interpellációkra adott válaszok kapcsán kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, akik az interpellációt beindulták. Varga Zoltán elnök úr interpellált Birkóz Erzsi csarnok mögötti járda kapcsán. Azóta a fejlemények történtek, konzultáltak is. Igen. Úgy tudom a részletekről, de kérdezem, hogy a leírtakat nem is teljesen napra készelei, a kiküldött dolog, de azóta konzultáltak, elfogadják. Igen volt? Igen. Bocsánat. Igen. Varga Zoltán elnök úr elfogadta. Igyekszünk megoldani minden a problémát egyébként. Kis Zsigmond képviselő interpellált, Ladány Televízió műsor, polgármester szereplése, stb. Kérdezem, elfogadja el a választ. Köszönöm szépen, elfogadta. Képviselő a választ. Lapozom tovább. Varga Zoltán úr interpellált,
raktár. Jól látom, ugye? Civil szervezetek, egyeztetések, és a többi, és a többi. Igen, elfogadom. Köszönöm szépen a választ. Nem fogadta. Kisibon képviselő volt, interpellált a legutóbbi testületülésen a Városvezető Gyógyfürdő Kft. Ügyvédje, illetve a gyógyfürdő képviselője kapcsán. Erre híresos választottunk. Igen. Elfogadta a képviselő, köszönöm szépen. És még egy van, ugye, ha jól látom, Balázs Sándor képviselő úr számára napokban került kiküldése egy interpellációs válasz. Remélem, megkapta a képviselő úr. Igen. Kérdezem, hogy át így elfogadom. Köszönöm szépen. Egyébként az ugyan rajta vagyunk. Ha kívánja, akkor a napi szinten a tegnapi történéseket, a következő történésre is szűkebb körben tájékoztatom, nem akarom közben nyújtatni ezzel. Képviselő úr elfogadta. Nem fogadta. Nem, akkor rosszul értettem. Jó. Hát. Lehet, hogy mert öreg személy is hozzá fülem, elnézést kérek, akkor nem fogadta el. Képviselőtestet, az fordulok. Legyenek kedvesek most állást foglalni, ha leírtak a kapcsolatosan. Szavazás törvény 8, igen, 2, nem, 1 tartózkodás. Ezzel együtt tartom az előző megállapodásomat, hogy képviselő kíváncsi azóta történt fejlemények, akkor szívesen tájékoztatom. Nincs olyan nap, hogy egészségügyel valamelyik területével ne foglalkozunk, sőt, nincs olyan fél nap sem, hogy ne foglalkozunk ilyen problémákkal mostanság. Kérdésekre ott válaszok voltak, új interpellációra kerülhető, ugye, Hegyző úr. Tisztelt képviselőtársaim, kívánnak-e új interpellációt benyújtani? Ha igen, akkor legyenek jelzés, Balázs Sándor képviselő úr, új interpellációt. Polgármester úr. Számomra és a Püspöklönán Jövőjét Egyesületnek is fontos és nagyon elsőrangú problémája az a fekvőbeteg ellátás, ami sajnos kialakult a megyénken belül. Erre többször tettem már próbálkozást, az előző interpellációmban is erre kérdeztem rá konkrétan, de nem erre kaptam meg a választ, tehát gondolom akkor nem számít ugyanebbe a témakörbe föltett interpellációnak. Tehát még egyszer szeretném, hogyha az elmúlt időszaknak a történéseit a fekvőbeteg eljárással fekvőbeteg ellátással kapcsolatban az intézkedéseket, levelezéseket írásos formában megkaphatnám, és így nyomon tudnám követni, hogy hol tart ez az ügy. Ez nem csak az én, hanem az a 2000 ember, aki aláírta ezt az igényt, annak is az igény. Tehát szeretném még egyszer föltenni ezt az interpellációs igényemet, hogy ezeket a dokumentumokat kérem, ezeket a megbeszélésről készült jegyzőkönyveket kérem, és ez az első interpellációm. A második interpellációm az pedig a 2023.09.30-ai adattal kapcsolatba tenném, amikor is az iparűzési adóbevételünk 380 millió forint volt. Decemberben 515 millió, februárban már 533 millió forintnál tartottuk. Ez nagyon jó hír, de én arra lennék kíváncsi, hogy ezt a nagymértékű alábecsülést mi nőtte fölé ebbe a bevételi formában, tehát szeretném ágazati tagozásban megkapni az iparűzési adóbevételeket, tehát gondolok mezőgazdaság, ipar, szállítás, szolgáltatás, pénzintézetek, napelemparkok és kereskedelem terén lebontva, hogy mennyi volt az iparűzési adó településünkön az elmúlt esztendőben. És kérem írásban nyilvánvalóan, nem várom el, hogy itt húzzuk az időt a tévénézők. Köszönöm szépen! Örömmel vettük, hogy az iparűzési adóbevételünk növekedett, bár tavaly voltak, hogy ezt túlzónak tekintette az 380 milliós tervezetünket, örülünk, hogy ezt túlléptük, természetesen ezekre tudunk válaszolni. Látom, további interpellációra nem várható, nem számíthatunk, közérdekében is következhetnek. Györgyfőrös képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Köszönetemet szeretném kinyilvánítani mind a hivatali dolgozóknak, mind pedig a Városüzemeltető Kft. Munkatársainak, hogy a Petőfi Gagarin utcai társaszáz parkolójában a balesetveszélyesbe szakadt aknafedelet ilyen gyorsan kijavították. A bejelentést követően néhány órával megvalósult ez a javítás, úgyhogy köszönetemet szeretném kifejezni, illetve a lakosságot tájékoztatni, hogy még ott az anyagok kötnek, tehát néhány napos türelmet kérünk, hogy ez teljesen az útszakasz parkoló hátsó része működőképes legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igyekszünk mindig hasonló gyorsággal eljárni. Nem mindig objektíven nem mindig lehet, de
a problémák a százával kezeli város-város üzemeltető. Örülnek, hogyha ezt valaki pozitív módon is érzékeli. Varga Zoltán elnök úr közérdekű bejelentést tesz. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Igazából nem szerettem volna, de mégis meg kell, hogy tegyem. Elhangzott az a bizonyos fitness park. Azt a fitness parkot egy egyesület pályázta, amelyen én vagyok az elnöke, és közterületre pályáztuk. Átadtuk a nyertes pályázatot a önkormányzati hivatalnak, és ő valósította meg. Abban a keretösszegben ezek az eszközök fértek bele. Abba a támogatási összegbe nem fér bele az, hogy azt gumiburkolattal lássuk el. Egyébként magának az eszközöknek nem feltétele, tehát nem előírás az ütéscsillapító kialakítása, de egyébként Horváth Ádám képviselőtársammal tettünk ez irányba a kezdeményezést a hivatallal együttműködve, és azon vagyunk, hogy későbbiekben az ott megvalósulhasson, hogy legyen egy ütéscsillapító burkolat is mellette. Én azt látom, ettől függetlenül is nagyon sokan használják már így is tudják használni, semmilyen balesetveszélyes növényzet, semmilyen nincs ott, ami ezt akadályozná, és arra biztatok minden civil szervezetet, hogy hasonló kezdeményezéseket tegyenek. Én ígérem, nem fogok belekötni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a kezdeményezést, és illetve, hogy figyelmek is segít ennek a megvalósítását. Örülök annak, hogy ezek a kondiparkok terebélyesednek. Természetesen a balesetmentes használat lehetőségét mindenekre biztosítani kell. Kérem figyeljék, kísérjék figyelemmel, és tegyünk meg mindent. Köszönöm szépen. Ferencik György, elnök úr, ez bejelentés parancsán. Köszönöm a szót, polgármester úr. Lakossági, illetve közös képviselő úr jelzése alapján egy lakótelepi bejárást tervezünk most a közeljövőben, ez vagy a héten, vagy jövő hét elején fog megvalósulni, az időpontot még egyeztetjük. Ugye voltak problémák ősszel is ilyen jelzések, hogy kialakultak ilyen zöld hulladék dombok ott a lakótelepen. Ennek egy jelentős része szerintem elszállításra kerül, lehet, hogy mint, de újabb ilyen hulladékgyűjtők alakultak ki, illetve a jelzések alapján járda probléma is van, ami van olyan járda szakasz, ami már beszakadás előtt van, illetve jelezték azt is, hogy a patkányok itt ismételten elszaporodtak. Ezt a helyzetet szeretnénk felmérni itt a lakótelepen, hogy és utána jelezzük, hogy erre valami segítséget szeretnénk oda kérni, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet elhárítani. Itt talán a legnagyobb probléma a elszaporodott rágcsálók, a patkányok helyzete, de helyszíni bejárás után még jelzéssel fogunk élni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Örülök neki, rengeteg problémát tudunk. Magam is sajnos mondjam, majdnem napi szinten figyelmek kell kísérnem ezeket a jelzéseket, és felém nagyon sok jelzés van, de mindenképp örülök neki, hogy erre sor kerül, és egyeztessünk a további vonatkozásában, tehát a megoldások vonatkozásában, mert tennivaló van bőven. Azt hiszem, majd szükebb körben részletesebben kifejteni, mit szeretnék, hogyha közösen látnánk a tennivalókat. Köszönöm szépen. Marti Dr. Antus Bernard képviselő. Köszönöm a szót, polgármester úr. A piaccal kapcsolatban lenne két közérdekű bejelentésem. Tájékoztatom a lakosságot, hogy a piac behajtását korlátoztuk. Este 6 órától reggel 6 órától korlátozás, és amióta a behajtást korlátoztuk, azóta a randalírozás, illetve a rongálásoknak a mértéke jelentősen csökkent. A másik közérdekű a kamerarendszerrel kapcsolatos. Ugye a polgármesteri tájékoztatóban is hallottuk, hogy ennek a kamerarendszernek a bővítéshez folyamatban van. Ugye annak idején a választásokkor én vállaltam, hogy a piac területén a kamerarendszert kiépítem, ami ez hál' Istennek teljesült is, és ez a több esetben a rendőrség segítségére volt a felderítésben, hogy a piac területén történt akár rongálás, akár testi sértés ügyében eljárásokat, illetve felderítéseket segített. Köszönöm. Köszönöm szépen, örülök, hogy ezeket a helyi problémákat is több irányba figyelmek is, ők nyilván képviselő elsődlegesen, és vannak pozitív fejlemények, de még vannak tennivalók is, magam is így látom ezzel együtt. Örülök annak, hogy van pozitív történésről is lehetőségbe számolni.
Balázs Sándor képviselő úr közöttek a bejelentést tesz. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én településünk lakóinak a figyelmét szeretném fölhívni, hogy városunk vezetése a 2024-es költségvetést, ezt február 29-én csütörtökön fogja tartani, és ezen az megbeszélésen lesz lehetőség a közmeghallgatásnak a megtartására, ahová szívesen látunk minden olyan püspökölányi lakost, aki véleményével hozzá tudna és jó szándékkal szólna a költségvetésünkhöz, illetve annak a végleges döntésnek a meghozatalába tenne segítséget, hogy ez a döntés mindenki számára jó és elfogadható legyen. Tehát mindenkit várunk szeretettel. Csütörtökön 29-én a testület ülésünk nyitott. Köszönöm szépen, képviselő figyelmfelhívását. Minden fórum, minden lecsős fórumon közzétettük ezt a lehetőséget, de újra nem lehet elég helyszínen és formában ezt a nyilvánosságra jelezni. Úgy, így van, ahogy képviselő mondja, várjuk a tisztelt lakosok ez irányú aktivitását. Vadász Ferenc alpolgármester közérdekű bejelentést tesz parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Hát több éve küszködünk a labor problémájában, és több képviselőtestület ülésen jött elő. Leginkább ugye az a bosszantó és a lakosság szempontjából is nagyon negatív dolog, hogy a várakozási lista ez hatalmas és több havi most jelenleg. Én arról szeretném tájékoztatni a tisztelt püspökledányiakat, hogy most a költségvetés előkészítése kapcsán is sokat beszéltünk erről, hogy milyen lehetőségek állnak előttünk. Nyilván ügyvezető igazgatóra, dr. Komlóczi Károlyra is nagyon sokat konzultáltunk, hogy előrelépés, milyen módon tudunk előrelépést felmutatni a lakosság irányában. Én tudom, hogy ez nagy probléma, és nagyon nehéz a megfelelő megoldást megtalálni, de biztosítok mindenkit arról, hogy azon vagyunk, hogy ezt a várakozási listát lecsökkentsük, és a labor működése megfelelően és hatékonyan működhessen. Ehhez természetesen az önkormányzatnak is, a püspökölányi önkormányzatnak is zsebébe kell nyúlni. Ezt ugye megtettük a korábbi években is, és nem ússzuk meg most sem. De semmi gond, első a labor működésének biztosítása. Ezzel kapcsolatban arról szeretném tájékoztatni a tisztelt püspökölányi lakosságot, hogy felvettük a kapcsolatot a környező települések önkormányzataival, hiszen őket is ugyanúgy érinti ez a probléma. Úgyhogy szeretnék biztosítani mindenkit arról, hogy rajta vagyunk a probléma megoldásán, ami nem egyszerű feladat, mondom még egyszer. Köszönöm szépen. Csak a nem kiegészítés, hanem a megerősítés kedvéért, mondom, napi szinten nincs olyan nap, hogy ne foglalkozunk ezzel az ügyel. Ezzel a problémakörrel, ez a bizonyos kapcsolatfelvétel, múlt héten levelet írtam a környező települések polgármesterének. Pénteken délután lesz az egyeztetés, azért is a képviselő úr is részt vesz tekintettel az ügy fontosságára és nehézségére, összetettségére. Úgyhogy holnap délután egyeztetünk. Sok minden más egyéb fejlemény is történik. Minden erőfeszítésünk azonban, hogy ez a várost elszűküljön. A mostani kezdeményezés az valószínű, új lista nyílik, akkor valószínű ezt fogja kezelni, de egyik napra a másikra tekintettel a kialakult helyzet ezt nem lehet megoldani, de azon vagyunk. Köszönöm szépen. És úgy látom, hogy a jelzések, jelentkezések lezárultak. Az első napi rendi ponttárgyalását befejeztük, és egy bő 10 percre születettem, de